egyenre! Hogy visítasznak el, de tényleg, hogy egyszerűen minden poénomba válik, nagyon durva volt. Oliver nem normális, már megint ránk szabadította a fantáziáját. Oliver már megint kitalált valami marhaságot, de ez most fizikailag is fájt. Oliver egy szörnyeteg. Nem is értem, hogy Bende, egy ilyen értelmes, aranyos pasi, hogy barátkozhat vele. Nem hiszem el, hogy Oliver már megint megviccelt. Most itt volt ez az ájulás, a vizes történet, meg az összes csintemése, most így soha nem fogom visszanyerni a teljes valódi önmagamat. Most már elég Oliverből. Krisztus, kérlek, olvasd fel az első szöveget. Mondok 9 állatot, C betű van benne, mondjad velem hibátlanul, mintha könnyű lenne. Cápa, fácán, boci, paci, cinege, meg, katica. Koca, cíke, pici, maci, mond utánom, katica! Jó, voltak még pici hibák, nézzük a következőt. Kipko, kalapács! Kicsi, kovács, mit csinálsz? Sárga, lovat, patkolok, arany, szekre, szekelem! Ucu, pajtás, kapfán, rája! Úgy is, te vagy a gazdája! Randizum! Úgy döntöttem, randira hívom Melcsit! Nem szeretek tatolyázni! Tanárnő szerint meg lesz a táska. Hát az igazgató rajta van az ügyön, de sajnos még nincs eredmény. És ön szerint meg lesz? Hát nem tudom, Rozi, de nagyon reménykedem benne, hogy meg lesz. Marsz, anyukám is nagyon haragszik. Beszéljek vele. Na, mert anyukám azt hinné, hogy megint csak panaszkodok önnek. Ez sosem felesleges, én tudod, hogy sokat segítek nektek. Megkérdezem az igazgatót, hát ha esetleg már tud valamit. Rozi már megint panaszkodott a táskám miatt, és igazából nem kéne, hogy lelkiismert furdaláson megyen, de azért egy icipici csak van, úgyhogy mostantól sokkal keményebben fogok dolgozni a 999-nél. Most van egy új interjú alanyom, úgyhogy hamarosan nem találkozom is vele. Egy-egy cikkért egész jó pénzt kapok, de még így is sok idő, mire összegyűlik a táska ára. De akkor majd lesz meglepetés. Rozi még mindig bánkódik a táska ára miatt, pedig olyan jó helyeket tudnék neki mutatni, ahol ugyanolyat tudna venni, maximum nem eredetit. Az igazgató éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ez a táska ügy megoldódjon. Én is nagyon szívesen segítenék, de semmi jó szimatom nincs ehhez. Remélhetőleg hamar megoldódik az ügy. Még mindig nem került elő a táskám, és nem értem, hogy miért. Hát nagyon szomorú vagyok. Hallom, hogy még mindig keresi ez a szerencsétlen lúzer a táskáját. Kár, hogy nem én találtam meg.
megint megkapta ez a lúzer a magáét. Nagyon nagyot estem, és nagyon beütöttem a lábam, a bokám, a derekam is. Nagyon fáj mindenem, de hát senkit sem érdekel. Tulajdonképpen nem sajnálom Rozit, az ilyen lúzer meg is érdemli, hogy a földön legyen. Jót mulattam a műsorom. Jó, tehát egy új fejezetet fogunk venni, az Árpádház kihalása utáni időszakot fogjuk venni az elkövetkezendő hetekben. Mindenképpen szeretném, ha felírnátok, hogy hanyadik óra ez, és hogy milyen dátum. Oké? Okay? Igen? Óra? 31. Jó? Köszönöm. Tehát amit most fogunk venni, az az első Károly hatalomra jutása és uralkodása. Ez a mai téma. Az Árpádház kihalását követően újult erővel folytatódtak a trónharcok. Számos trónkövetelő közül a nápolyi Anjou házból tartozó első Károly került ki győztesen. Őt más néven Károly Róbertnek is hívja a magyar történelem. 1308-ban Pesten tartottak gyűlést, ott avatták királyá, és rá egy évvel Budán pedig megkoronázták. Hé, Matyi, igen? Jobban vagy? Hát te mindig szarul. Csajog mind. Hát nem csodálom. Amúgy azt tudtad, hogy Barbie ellenet tanúskodott? Mi? A fegyelmi tárgyaláson azt mondta, hogy te jutottél először. Én vagyok az erőszakos? Ez a vadállat jutott először! Figyelj, meg tudom magyarázni! Hagyjuk, jó? Ne, Matyi, várjál már, figyelj! Hazudtál a tanároknak, ez a vadbarom ütött először! Hé, figyelj, nem tehettem más! Állj! Először is üljetek le mindketten a helyetekre, és ezt a szünetben fogjátok megbeszélni, nem itt az órán. Hát ez az, hát nem ezért jár ide az ember, hogy itt izé ezt a cirkuszt nézze, hanem valaki tanulni jön ide. Jó, nem én, de valaki biztos. Bármit is mond, Barbie elárult engem. Talán mi voltunk az álompár, de ennek már vége. Én nem Matyi ellen akartam tanúskodni, hanem Bende mellett. Meg akartam védeni, ez volt az egyetlen lehetőség. Nem hiszem el, hogy a diákjaim a tanítás szentségét sem tisztelik, és az órán kezdenek el veszekedni. Ez egyszerűen tűrhetetlen. Sokkal nagyobb fegyelmet kell tartani. Hát engem nem érdekel az Árpádház kihalása, már hogyha már kihaltak, akkor vége nem. Úgy érzem, hogy még többet be kell adnom ahhoz, hogy Julit meghódíthassam. Figyelj, Juli! Ezt a táncot neked komponáltam. Figyelj! Leszel a barátnőm? Te nem vagy komplet. Undorító, hogy megint mit talált ki Dominik. Múltkor ez a vers, most meg ez a tánc. Nem tudom, mit bohóckodik itt. Úgyse fog megszerezni. Hát úgy gondolom, hogy ez a tánc nem sikerült tökéletesre, pedig mindent megpróbáltam. Nem baj, legközelebb menni fog. Hallottam, hogy Dominik táncolt Julinak. Hát ez nagyon vicces, nekem is látnom kellett volna, tiszta meg a dance. Eszti, ez rágó? Mhm. Kaphatok egyet? Mindig tőlem kérsz rágót, soha nem hozol. Aj, de most egyszer. Na jó. Paola egyre garasosabb kezd lenni, folyamatosan mindent tőlem kér, rágót, cukrot, elkéri a csokimat is, mikor látom, hogy minden nap kap pénzt az apjától. Ezt én meséltem múltkor, hogy Paula mindig kölcsön kér mindent. Tőlem is egyszer elkérte a radíromat. Odaadtam neki, és mire visszakerült hozzám, a teljes radíromból konkrétan egy kis radírmócsing maradt, mert elradírozta az összeset. Összebeszéltünk a lányokkal. Valaki elmondta, hogy Olivier retteg a pókoktól. Most meg fogja tapasztalni, hogy milyen, amikor az embert megijesztik. Olivér? Há? Tudnál adni egy tollat? Tudod össze szépet? Szia! Szia! Hogy ered, kös? Utálom, gyűlölöm őket! Fúj! Csaj! Megtaláltam Olivér gyenge pontját. Ezentúl könnyű lesz kiszúrni vele. Na, ennek a rohadék Olivérnek Réka végre megtalálta a gyenge pontját.
jó. Úristen, Paula, mi a baj? Semmi, tényleg, semmi. Biztosan. Jogi, minden nem lesz. Most komolyan? Te is? Rohadj meg! Ne, Esti, légy színe, hanem, hogy megmagyarázzuk. Csak beteg a kutyám. Ezért telelt át. Most hívta az anya, hogy beteg a kutyája, és szomorú is meg kellett vigasztalni. Tényleg. Ez durva. Undorító. Egyszerűen hány ingerem van? Nem tudom, hogy most mi legyen, mert most nagyon megtetszett nekem a zombi, de hogyha összejönnék vele, szerintem akkor a barátságunk elromlana az Estivel. Tehát, mint tudjátok, ma lesz az osztálybuli. Rövidített órák lesznek, a két utolsó óra el is marad, úgyhogy mindenképpen készüljetek erre. 2 óra után elkezdjük a karácsonyfát díszíteni, és ünnepelünk. Jó? Ez az! No, azért térjünk vissza a 14. század történelméhez. Ki tudja megmondani, mit vettünk a múlt órán? Korina? Első Károly. Nagyon jó. Akkor kijönnél és felelnél is? Köszönöm. Melyik uralkodó ház tagja? Az Anjou ház. Hogy igen, igen. És megtől megint uralkodott, hányszor koronázták meg, és miért? Háromszor koronázták meg, a végleges koronázás 1310-ben volt, és azért koronázták meg háromszor, mert nem tudott teljesülni. Ugye az első két koronázáskor a magyar koronázási rend, miszerint Székesfehérváron kell megkoronázni, az esztergomi érsekkel és a Szent Koronával. Tehát mikor végre trónra került hivatalosan első Károly, akkor nagyon gazdaságilag nagyon jó helyzetben volt az ország, hiszen első Károly vagyona vetekedett az angol uralkodó kincstárai vagyonával. Még annyit kell tudni az uralkodásáról, hogy jelentős bevételeket szerzett a regáli jövedelmek, ami azt jelenti, hogy a királyi jogon szerzett jövedelmek. Kivetette a jobbágyokra a kapuadót, ami annyit jelent, hogy portánként szedte be az adót, tehát kapunként szedte. Illetve volt még a 30-advám, ami a külföldi kereskedelmet adóztatta meg. Ez 0,33% volt, ez nem volt még egy olyan magas vám, tehát ezáltal is lendült a kereskedelem. Károly Robertról még azt érdemes tudni, hogy lovak király volt, példaképe volt első Szent László király, Árpádházi király, és a trónját a jövőben pedig megalapozta mindkét fiának, Lajosnak is, és Andrásnak is, és végül a magyar király ugye első Nagy Lajos lett. Köszönöm. Nem szeretem azt az anzsúkori történelmet, már ahogy írják, az is idegesít. Múltkor Paula itt csörgette az apróval teli pénztárcáját, és ezek után még tőlem kér kölcsön pénzt, hogy vegyen a büfében magának 3 deci narancslét. Persze azóta se adta vissza. Mi van, Paula, még mindig a kutya? Nem, most más. Tudod, venni akarok valamit, de anyuik nem adnak pénzt, és 5000 forint kellene. Nincs kölcsön 5000 forintod? De van. Akkor adod vissza, amikor akarok. Tényleg? Köszönöm. Minek vegyek meg bármit is, amikor az osztálytársaimtól is meg tudom szerezni? Amit az osztálytársaimon megsporolok, az mind megy a persejembe. Hallom, hogy Oliver énekórákat fog venni Delusa Johntól. Hát egyébként én is szívesen vennék énekórákat tőle, mert amúgy érdekel is a zenélés. Figyelj, de az éneklésnek az első alap motivációja az, hogy ha kiállsz emberek elé énekelni, akkor vagy te eszed meg őket, vagy ők esznek meg téged. Először magadban kell lenni a legnagyobb hitnek, hogy én ezt áttöröm, hogy én vagyok a legjobb, ezt mondani nem szabad, csak érezni itt belül. Ugyanis a közönség kiolvassa a szemedből, hogy benne van a tigris szeme, vagy benned van a tigris szeme, vagy pedig nem. Szóval teljes hittel csinálod.
Ami az éneklést, ma már nem lehet megmondani azt, hogy menj el hangképzésre, mert ma nincs hangképzés. Mindenkinek a legormótlanabb hang is lehet szuper, ha az úgy van előadva. Van egy valamikori mondás, úgy szól, hogy népszerűség. Lehet, hogy ma már nem így mondják. A népszerűség az abból fakad, hogy szerethetővé kell tenned magad. Erre mindig törekedjél. A legelső és legfontosabb lépés, hogy szeressenek azok az emberek, akik elé kilépsz. A csibész mosolyod, szükség van rá, és a tudást nem hanyagolhatod el. Gyakorolnod kell, nem hiheted azt, hogy kilépsz, és mindenki hanyat vágja magát. Az éneklés mindig is éneklés marad. Ha azt hiszed, hogy a Justin Bieber nem járt hangképzésre, vagy a Michael Jackson, akkor tévedsz, mindig minden mögött, minden tudás mögött ott van a képzés. És ezt meg fogom próbálni, hogy beléd vigyem. Nézd, mit tettem. Ez mi? Ékszertartó. Ja, és még maradt is visszajáró. Köszönöm. Várjál, ezt vetted 5000 forintért? Uh-huh. Abból az 5000-esből, amit én adtam? Igen, de azt úgyis visszaadom. Na ne viccelj velem. Komolyan ilyen idiótaságokra költöd a pénzemet? Ez miért lenne idiótaság? Ez egy tojástartó. Ez ékszertartó. Na, hagyjál a fenébe, komolyan mondom. De én visszaadom az 5000-et. És a 200 forintod. Hát jó. Nem hiszem el, hogy Paola ilyen baromságra költötte a pénzemet. Azt hittem, hogy valami komoly dolgot akar. Nagyon rosszul esett, hogy az Esztinek nem tetszett az ékszertartó. Nem értem, hisz úgyis egyszer talán majd visszaadom neki az 5000 forintot. Milyen Zsófi olyan? Szomorúnak látszol. Semmi hosszú. Van időnk, elmondhatod nyugodtan. Jó, hát igazából annyi, hogy tudod, itthon apukámmal élek. És most anyukám a legújabb Poliával, kint Kanadában él, és azt akarja, hogy vele töltsem a karácsonyt, mármint, hogy velük. Csak ez, nem tudom, mit csinálják, már elég nehéz, tudod, anyámnak mindig új Palia van, és egyszerűen egyszer kapok egy mostohapát, utána meg már nincs is. Nem tudom, hogy mit csináljak, lehet anyám csak azért akar, hogy menjek, hogy megint pénzt húzzon le rólam. Figyelj, szerintem menj ki. Aztán majd úgyis meglátod, hogy mi lesz. De legalább lesz egy utat Kanadába. Uh-huh. Hát jó, végül is lehet igazad van. Egy kis időre elmehetnénk. Lehet, hogy tényleg igaza van Korinának, és el kéne mennem Kanadába. Végül is nem veszíthetek vele semmit. Micsoda mázlista ez a Zsófi, hogy az egész szünetét kint töltheti Kanadában. Bezzeg, én itthon leszek és tanulhatok. Még itt van a fogyókúra is, azzal is foglalkoznom kell. Elég nehéz lesz megállni, hogy ne egyek a karácsonyi finomságokból. Nagyon meg fog döbbenni Oliver, hogy én milyen ajándékot szánok neki. Kedveseim, akkor kezdjük el a karácsonyi ünnepséget. Van Mikulás is, és még Krampusz is van. Megjött a Mikulás. Hol a szakállal? Hol a Mikulás, a számhoz külön. Én ifja Mikulás vagyok. Nem, Pámi, szép. Én milyen Mikulás vagyok? Kisrácsony, nagy karácsony, kisült el már a kalácsom. Ha kisült már ide véle, hát vegyem meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda. Jaj, de szép a karácsonyfa. Hey! Akkor kezdődhet az ajándékosztás. Kérlek, hogy mindenki adja át az ajándékot annak, akit húzott. És én úgy tudom, hogy egy-két diákon meglepetéssel készült. Elmondja a kis versét, és ki kell találni, hogy kit húzott. Melle feszes, izmadagadt, ilyen macsó ritkának ad horogra. Szorongva gondolja ezt, csajok hada. Meg annyi bajjal, fertelmes hajjal jár jelenléte, de a zenéje gyógyír picit, nem is kicsit. Elviselni, vele lenni egy osztályban nehéz lehet, hát még párban.
De mi más tehet az ember fia? Nem segíthet ezen biza, csak a pia és az ima. Ezt kapod, hogy legyen férjük. Kicsit gonosz, kicsit csalfa, nem túl okos, de nem is balga. Keze enyves, ritkán rendes. Gyakran beszól, mindent leszól. Haja vörös, nagyon laza, semmi közös vonás soha. Hóemberhez nem kell más sok, csak szél és répa, akit én húztam, az nem más, mint... Réka! Ezt én téged húztam a Boldog Mikulásnak. Jaj, mennyire drága vagy. Én meg ennyivel se készültem neked. Nem is fogadtam volna. Hát Kata tanárnő, én önt húztam, úgyhogy sok szeretettel. Gondoltam, ezek lehetnek a kedvenc számai. Nagyon szépen köszönöm. Ho-ho-ho. Boldog karácsony, Kata tanárnő. Az ajándékosztáson kívül még egy nagy meglepetéssel készültem. Unokaöcsém Attila egy együttes tagja, a No Respecté, úgyhogy őket elhoztam nektek. Szia, én meg Attila. Mióta zenéltek? Na, Zsanikám, le lehet koccolni ezt a srácot, már 4 perccel lestoppoltam, úgyhogy... Nagy, azt hiszem, mindenki a tiéd lehet. Lányok, fogadok, hogy ez a srác az intelligens lányokat szereti. Ja, és te tartod magadat intelligensnek? Igen, intelligensnek. Szövegértésből jeles. Úristen, hallod. Ó, meg dagadt is vagy, te kell lennél neki szerintem. Ja, amúgy csak, fejezzétek be. Hogy nézel már ki? Nézd már magadra, mi ez a mintás felső? Ez abszolút nem megy ahhoz a cipőhöz, neked meg ez a felső. Hát, tisztára. Miért ez a sárga jó? Hát ez jó, mert ez kiemeli a... Jönnek rá a muslincák, mondtam, azért jó. A muslincák, az agyadra jönnek a muslincák, mondtam. Olyan piócák vagytok amúgy. Lányok, nem kell veszekednetek. Te ebben ne szólj bele, rajtad veszekszünk. Lányok, mi folyik itt? Ezt a srácot a Zsófi akari megszerezni. Jaj, nekem úgy már te nyomultál rá legelőször. Jó, hát azt nem szeretném, hogy az összes diákom valamelyik családtagommal járna, úgyhogy...
Most lesz lányom. Engem nem zavarnak a lányok. Jól van, én meg megígértem anyának, hogy nem fogsz csajozni, jó? Úgyhogy gyere, a tanulás fontosabb. Nem értem, hogy miért félt engem ennyire az anyám, de Kati néni legalább ezt a dolgot megértette volna. Nem hiszem el, hogy Jeanette bekavart ennél a srácnál, és annyira utálom emiatt. De mindegy, ott van legalább Zoli. Bár mondjuk most már utazott Amerikába, de remélem egyszer meg tudom látogatni. Sajnálom, hogy most nem tudtam beszélni ezzel a sráccal, de majd Kata tanárnőtől elkérem a számát. Úgyis jobban vagyok vele. Nem hiszem el, hogy nekem sohasem sikerül semmi. Lehet, hogy tanácsokat kellene kérnem Zsófitól és Korinától. Ilyen nem felháborodni. Mert elolvastam, vágom a szolidát. Nem akarom. Nem akarom. Mit kell mondani? Ne tessék vele beszélni, mert tudom, hogy van tovább. Nem, mert anyukám azt hinné, hogy... Még egyszer. Tessék is. Nem, mert... Mit csinál? Tessék. Nem, mert anyukám. Jó? Jó. Na, felhagyom. Köszönöm. Bocsánat. Nagyon idegesít a... Gra. Mi? Nem tudom. Nem. Nem akarom azt, mint múltkor. Avi! Ne! Elég nehéz lesz megállni, hogy ne egyek ilyen finomságokat, amit majd az anyukáim... Hát fogadok, hogy ez a srác. Mi? Rozi? Nem fél eredetit. Nem, maximum fél eredetit, nem? Vagy hogyan? Nem, ez így nem jó. Hogy volt? Hogy mondjam, hogy volt? Ilyenkor karácsony előtt olyan sokszor... Ilyenkor karácsony mindig nem jó. Ó, ki vagy te? Nem jó, nem lehet. Szia, Korina, ki vagy te? Állj a dolgokat, tehát tényleg... Igen, tudom! Rozi már megint szóba, hogy mit csinál a táskájával? Ez az idióta lúzer. Megint megkapta a magáit. Csak most nem mi mértük rá a halálos csapát. Mit mérünk rá? Muszáj volt mindenkinek, de basszus, ennyi szöveget egyszerre megjegyezni. Lehet csak a... Hallom, hogy Olivier leckék. Na. Lehet, hogy tényleg igaza van Korinának, és el kéne mennem... Nem hiszem el, hogy Jeanette bekavart el, mi a szöveg? Nem akarok ilyen lenni. Minek meg... Minek vegyek meg az a... Nem tudom. Mit mondok? Tudod, anyuják... Szóval, most már meg fogja tapasztalni, milyen, mikor az ember összekavarodtam. Nem jó. Mi a szövegem? Barbie elárult engem. Bármit is mond. Újra lehet venni. Mosolyog rá, utána van itt. Vigyelem? Várj, de melyik az? Nincs már tőle. Hogy kezdődik? A népszerűség az abból fakad, hogy szerethetővé kell tenned magad. Tessék! Szia, Zsani vagyok. Szia, én meg Ati.